Az ügyészség a terhelt terhére perújítási indítványt terjesztett elő, ugyanis a Jászlegkun-Szolnok vármegyei főkapitányságon ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, a szegedi fellebbviteli főügyészség pedig BF 170/2023/2 számon elrendelt perújítási nyomozásra olyan új bizonyítékok kerültek beszerzésre, amelyek azt valószínűsítik, hogy az jogerős ítéleti tényállástól eltérő tényállás megállapításával terhelt bűnösségét meg kell állapítani emberi és büntetében. Ezek az indítványban foglaltak pedig a következők. Az igazsági új nyomszakértői vélemény szerint a sértett holtteste melletti mosdóra rögzített és az alapeljárásban be nem azonosított egy darab új nyomtöredék, egy darab tenyérnyomtöredék megállapításra került, hogy vétlen személytől származik. A következő. Az igazságügyi genetikai orvos, fizikus és nyomszakértő együttes vélemény értelmében a sértett jobb és bal kézfején két ismeretlen férfitől származó genetikai profilt mutatott ki a szakértői vizsgálat. Az elvégzett modellkísérlet alapján a sértettnek a szúrtsérüléseket okozó elkövetőnek nem volt szükséges olyan fizikai kontaktusba kerülni a vizsgált esemény alkalmával, amelynek magyarázni kellene a kézfejeken található profiloknak a jelenlétét. A sértett kezén a terhelt genetikai profiljának hiánya, valamint a sértett ruházatán az NN2 és NN3 genetikai profilok hiánya összességében alátámasztja a modell kísérletek eredményének helyességét, és az igazságügyi szakértői vélemény foglaltakat a tekintetben, hogy a szúrási cselek események kivitelezésekor a sértett szükségszerűen nem kellett, hogy megérintse a támadóját. A következő, a sértett házának ablakpárkányán megtalált leopárpettyes pléd vonatkozásában az igazságügyi genetikai szakértő megállapította, hogy az abból kivált mintákból kimutatott DNS profil maradéktalanul megegyezik. Következő, hasi szúrásnyom közvetlen környékéről letapogatott minta profil meghatározáskor önmagában ideális mennyiségben tartalmaz férfi DNS-t, a kimutatott Y-kromoszómás DNS profil pedig maradéktalanul megegyezik. Van. A hasi szúrásnyom közvetlen környékéről letapogatott véres minta szennyeződésben és sértett mellett biológiai anyag maradványa van jelen. Kérem szépen, ez alapján, ezen bizonyítékok alapján megállapította az ítélőtábla, hogy a perújítás alapos, és elrendelte a perújítási tárgyalást, ami a mai nap folyamán meg is fog kezdődni.